Több mint 100-an csatlakoztak a komposztálók táborához az idei évben a kerületben. Ehhez, ahogy az elmúlt években az önkormányzat és a fővárosi közterület fenntartó társaság tavaszi pályázatán lehetett komposztálót igényelni. Aki kitöltötte az útmutatót és vállalta, hogy 5 éven keresztül ellenőrizhetően újrahasznosítja a háztartásában keletkező zöld hulladékot, most vehette át az ehhez szükséges tárolót a Bókai kertben. A hulladékkezelés alfája az, hogy minden keletkező hulladékot helyben próbáljuk meg hasznosítani, ezáltal nyilván már nem terheljük tovább a környezetet a szállítással, stb. Stb. A komposztáló ládák, a komposztáló edények pont ilyenek, oda tudjuk adni a pályázó lakóknak, le tudják tenni a kertbe, a zöld hulladékot, akár a konyhai hulladékot ott tudják gyűjteni, és hát 1-2 éven belül pedig nagyon jó minőségű virágföldet tudnak kinyerni belőle. A lebomló zöld hulladék tudatos újrahasznosítását már az ókorban ismerték. A háztartásokban keletkező szemét kezelésének hiányára pedig a sötét középkori példák figyelmeztetnek bennünket. Itt Pesszent Lőrinc, Pesszent Imrén az elmúlt években több ezren csatlakoztak a fővárosi komposztáló programhoz. Tavasszal legyen ön a következő.